Üdv mindenkinek, sziasztok! Közben egy kameraállványt cipelem, és a telefonállványt. Indulunk kifelé a kertbe, jó? Aztán a címéből majd is kitaláltátok, hogy mi lesz a videó lényege. Hát legalábbis megpróbáljuk ezt a 151-es rovit, amit legutoljára sikerült szereznem. Ezzel egy kis részt ismételtem fölkopálni. Hát ember, itt van az ősz, keményen kopogtat, igaz, ma kellemes idő van. Volt eső. Nem is tudom, melyik nap volt eső, hát nem tudom, miért lesz sáros ez a föld, de amikor teszteltem ezt a lobit, a 151-est, akkor is hasonlóan dagonyás volt a föld. Hát ugye elő kéne készíteni a salátának és a hagymának a földet, úgyhogy épp ezért most szép, gyönyörű idő van. Ennél jobb időt október 2-a, 3-a van, aztán 2-a. Ennél szebb időt el sem lehet képzelni. A szellőcske fúj, úgyhogy de tényleg pólós idő van, kellemes idő van. Aztán nekiugrunk, kicipelem ezt a telefonálványt, jó? Elpróbálom ezzel kitámasztani valahogyan úgy, hogy lehessen látni valamennyit a videóból. Aztán, mert ugye még mindig állványom ehhez nincs, úgyhogy akkor megpróbálom ezt a technikát, jó? Megoldani valahogyan. Aztán vagy sikerül, vagy nem. Jó? Nem is tudom, valamelyik, azt hiszem a melyik videómhoz kaptam azt a hozzászólást, hogy nem-e eladó, ugye a fűnyíró, az adapter, vagy most konkrétan nem is tudom, hogy értette az hozzászóló, még nem írtam neki választ, olvastam, hogy a fűnyíró adapter most konkrétan az érdekli-e, vagy maga úgy géppel együtt, hát géppel együtt semmiképp nem eladó. Max esetleg az adapter, maga a fűnyíró adapter, de ezt is még azért átgondolom. Jó. Aztán majd, hogyha konkrétan érdekli, esetleg szólt az e-mail címem, vagyis most lehet, hogy a videó alatt nincs ott az e-mail címem, de ugye az új videóim alatt már oda vigyeztem a videó alá, ott van az e-mail címem, oda lehet írni privát. Na, hát kéne váltanom. Na, olyan jó, nem látok ám semmit. Na, itt ez a masina, és ott a terület. Ott a terület, azt kéne valahogy megmunkálnom. Hát nem tudom, mennyire lesz sáros, vagy mennyire sem. Bízok benne, hogy nem lesz annyira dagonyás a föld. Megpróbáljuk bedurrantani. Egy kicsit dzsúvás ez a cső, nem tudom miért se fogalmam nincs. De remélhetőleg teszi majd a dolgát. Ugye azóta nem is használtam. De jó, hogy nem látok ebbe a kamerába, vagy ebbe a telefonba semmit. Remélem, hogy teszi a dolgát. Azóta nem is ment ez a masina, amikor utoljára. Hát még ha megvettem, azt kihoztam ide. Még azt a hátsó részt, ott egy kis sarkot, azt műveltem meg vele. De most egy nagyobb területet akarok vele megművelni. Hát remélem, hogy sikerül. Na, megpróbálom a kamerát ledobni ide valahova, hogy ezt a telefont, aztán valami csak sikerülni fog. Na, még mielőtt nekiállok itt valamit is csinálni, azért megmutatom, hogy most már tényleg potyogám a gesztenye. Most ez a szellőcske dobálja őket. Itt van a... Látjátok? Hát még most nem szedem össze, mert nem azért jöttem ki, hogy itt gesztenyét szedegessek, de asszonypajtás már tegnap szedett. Most így hirtelen vannak ezek a fondorok, látjátok, már itt van ő is. Itt vannak a kis gesztenyék. Hát idén, ahogy elnéztem, ide akkor ide az útra, mint majd szonypontás megtalálja. Nem lettek valami szépek, ezek sokkal nagyobbak szoktak lenni, de én szerintem azért sütni ez is tökéletes lesz, de majd egy másik videó tárgya lesz.
Thank you.
nem volt egyszerű emberek, de mindjárt öblögetünk, jó? Azt mondjuk, hogy testről akkor elkérjük a telefont, aztán engedjük útjára, és megöblögetünk egy jót, oké? Okay? Leültem ide a fűbe, magyar anya a földre, és ugye, azt már mondanom sem kell, ugye, az én magyar gép, magyar földbe való. Ez egyértelmű. Ugye, nem holmi ilyen, olyan, amolyan gépezetek, magyar gép. Magyar gép emberek, hallottátok milyen szépen szól, teszi a dolgát. Az elején volt bele egy kis bibi, nem tudom mit találta, szerintem valami dugulás. Hát ugye azóta nem volt elindítva, valószínűleg valami osz felkapott vagy valami, de aztán összekapta magát a kicsike, aztán dolgozott. Mint láthattátok, asszonypajtás kijött segíteni, valamint kamerázni, és telefont ő kezelte, úgyhogy hát emberek, komolyan mondom, meleg van, és így annyit segített nekem, hogy legalább itt ne kínlódjak ilyen, mert most egy, akár hiszitek, akár nem, ő találta ki, egy tojástartóba, láttam már több embertől, egy tojástartóban van a telefon, és azt tartja. Mindig tanul az ember, ugye? Mindjárt megvan oldva a telefontartó, nem kell méretvág a telefontartókat venni, elég egy tojástartó, aztán frankón áll a telefon. De öblögessünk, jó emberek, mai meló moza ezt a kis ismét a Predatorra, és az aranyszínű. Aranyszínű, arany, hát milyen ízű, azt nem tudom fogalmazni, mert gold strike, nem tudom, hogy gold strike, nem tudom, hogy kell ejteni, gold strike, vagy gold strike, mit tudom én, angol tudásomat nem fitoktatom itt, jó? És akkor ebből hörpincsünk egyet, jó? Mindegy megkóstolandó, mert még ezt sose ittam. Illatozás. Hát nem tudom, mihez hasonlítani emberek, egészségetekre. Így sem tudom mihez hasonlítani, de finom. Ennek viszont már érzek egy kis keseny és utó ízét, ugyanúgy, mint ma a helleknek. Épp azért helt nem nagyon szeretem. Tehát, hogy persze sokan látom isszák, de én nem tudom, de annak is, hogy iszod, van egy kis keseny és utó íze. De most nem az energiatokról van szó, ez csak az öblögetésről. Mivel ilyen meleg van, ezt a dob a víz, mint az állat. A folyadék utánpótlás viszont kell. Kell az energia utánpótlás is, úgyhogy hát most nem tudom, mennyi energia melegben, mennyi sem, nem is az a lényeg. Itt a lényeg mögöttem, látjátok? A 151-es Robi, ő viszont nagyon jól végezte a dolgát. Még azt akartam az elején kihozni abból a fűnyíró adapteres valamiben, nem tudom, ezt a videót most nézel-e. Nem tudom, hogy most konkrétan az adapter érdekel, mert a maga az adapter nekem nem kell, mert én ezt a dögöt nem tologatom itt a fűbe. Majdnem azt mondtam, kurva élet, a 100%. Én arra megvan a kis kínai fűnyíróm, nekem az bőven elég itt. Elég volt nekem azt, amit csináltam, azt a Yardman gépezetet tologatni, ugye nem volt jó azon se az előtolómű, vagy az előtolómű önjáró rész. Hát higgyetek el, azért köszönöm szépen, azt tologassam itt. Úgyhogy éppen ez még talán nehezebb is, ez 154-es Robi, ez hatalmas egyik monstrum. Hát megértem, mire kitolni egy kis járókereket. Lulna valami kis csalicska kereket gyártani az elejére. Mert ugye ez, mint írtátok, meg ugye észrevészeleztem annak idején, hogy ez 52-es hajtás, lehajtás 52-esé, és épp azért a kerék is 52-esnek a kereke, de szerintem a 151-es Robin sincs nagyobb kerék. Kéne kreálnom rá valami nagyobb átmérő, öblösebb kereket, hogy vakontúrás, kis egyetlenségek, a föld egyenletessége véget, könnyebb lenne kitolnom ide a gép, vagy a földre, mert hát nem volt egyszerű. Főleg kicsit mondom, eső is volt, ázott a föld. Amúgy hát még nem érzem, hogy senkiemet átította volna a vízat. Remélem, hogy annyi eső azért nem volt, hogy átázzon a gatyám. Na, még egyszer egészségetekre. Úgyhogy jól végezte a dolgát ez a kis Robi. Ez új, ugye ez a legújabb szerzemény, úgymond a legújabb szerzeményem, a
Hát igen, nagyon-nagyon lemaradt, nagyon álltak a projektek, ugye a Lego, ott van a Lego 151-esem, az még mindig ugyanúgy dobozokban van. Hát igen, igen sajnos, mindig jött ez, mindig jött az, elmaradt minden emberek. Egyszerűen nem hiszem el, hogy mindig valami közbe jön, és egyszerűen nem tudom folytatni ezeket a dolgokat, pedig jó lenne összeraknom, mert ahogy ez muzsikál, úgy nem muzsikál semmi. Kipufogájában mindig zörög valami, az zörgés, úgyhogy az ne téveszem meg senkit. Valami lemezdarabka, vagy csak mit tudom mi van benne, mondtam az elején, mikor ugye megvettem, leteszteltem, hogy abba zörög valami, hogy majd azt megnézem, de azóta is nézem ám emberek. Azóta is nézem, nem tudtam megnézni. Egyszerűen nem volt rá időm. Úgyhogy hát ez van. Lassan érik a kesztyűt, amit mutattam. Úgyhogy majd sütésről ismét teszek fel videót. Tudom, hogy már van fönn kesztyűs sütős videóm, de most ez már 2021-es emberek. Egy 21-es, ugye? 21-es. Ez már ugye idei. Ez már idei kesztyűs, idei termés, idei sütés lesz, jó? Hát annyi azért lesz rajtuk ám, lesz rajtuk, hogy ilyen gyönyörű szép őszünk van, sőt, ez csak annak azért jó ám, mert az alma minden. Várjátok, mindjárt hozok valamit. Visszadobtam magam ide. Nézzetek oda. Itt az alma bokrom termése. Levettem. Ez az egyik. Ez itt van közel. Csak azért futottam, még micsoda. Valami meg nem támadja, meg le nem esik magától. Oda nézzetek. Itt a másik. Gyönyörű. Gyönyörű szép Starkingok. Imádom a Starkingot. Ennél finomabb alma nincs a világon. Legalábbis Starkingnál. Próbáltam már venni a nagyobb üzletláncokba is Starkingot. Higgyétek el, annak nincs íze. Az olyan, mint a füvet rágnék. Ennek, ezt egy kicsit beviszem, hagyom állni, jó kis porhanyós. Eszméletlen milyen finom íze van, eszméletlen. Én legalábbis, jó persze, ahány ház, annyi szokás, mindenkinek más jön be, nekem a Starking jön be. Csak is az jön be. Többi alma, megeszem másik almát is, de ez a Starking. Ennél, meg hát a saját oltásom. Hogyan már, királylány, ennél finomabb nincs. Be is fejezem a mondókámat, nem akarom hosszú nyújtani az mert magáról a kapálásról kevesebb videó lesz, vagy időben kevesebb lesz az idő, mint az én pofázásomból. Meg szerintem arra nem vagytok kíváncsiak úgyse, miket hadomálok itt össze-vissza, jó? Jövő hétre mindenkinek nagyon jó munkát, erőt, egészséget, kitartást, jó? Semmi más nem kívánok, jó? Mindenkinek a legjobbakat. Csákány, sziasztok, egészségetekre!